én úgy érzem, hogy nagyon hálás lehetek először is Szekszárd városának, hogy elfogadta ezt a fajta képzőművészeti szárny próbálkozást, amit én itt próbálok kivitelezni. Úgy gondolom, hogy ez egy színfoltja lehet, igen, a városnak. Úgy érzem, hogy egy színfoltja lehet az egész borkultúrának és Szekszárd városának is ez a boros kávés téma. És ez megmutatkozik abban is, ugye, hogy az Értéktárbizottság bevette a kultúrás értékek közé, és Hungarikum már terjesztette fel a vinarelleket vagy a borfestményeket. Az, hogy elismernek, ez mindenképpen egy jó dolog, az azt mutatja, hogy egy jó irány, ez egy jó irány. Én ugyan nem szekszári születésű vagyok, hanem székesfehérvári, és ez is azt jelenti, hogy mint gyűjtemented, talán egy picit befogad a város. Ha ezzel a kulturális plusszal, amit tudok viszonzásul adni, és ezekkel az elismerésekkel, vagy ezzel az elismeréssel. A képzőművészet és a bor találkozása, ez egy nagyon szerencsés dolog számomra, és nagyon örülök neki, hogy mi egymásra találtunk. Nekem ez a keresztény kulturális közeg, amit Szekszárd város, illetve amit Magyarország tud biztosítani, ez egy nagyon fontos dolog. És bár lehetőségem lenne a munkám során, ugye a tetoválással foglalkozom, hogy a világ bármely részére, ha ledobnának egy ejtőernyővel, én meg tudnék élni. 6 évig dolgoztam Londonban újságíróként egy fesztivál tudósítójaként. Bármikor megtehettem volna azt, hogy külföldön dolgozzak, de mint ahogy említettem, ezek a dolgok ezek ide vonzanak és ide ragasztottak szerintem egy életre.